Debrecenben kezdte a szezont a Kisvárda, és a találkozó első fél idejében nem bírt egymással a két csapat. Volt, hogy a vendégek el tudtak lépni két góllal, de a szünetre már egy gólos hazai vezetésnél vonultak le a játékosok. A második játékrészben fokozta az iramot a házigazda, és lassan el is lépett ellenfelétől. 10 gólosra nőtt a két csapat közötti különbség, a végén ugyan a vendégek kicsit kozmetikázni tudtak az eredményen, de a DVSC magabiztosan szerezte meg a két pontot. Végig stabilak tudtunk maradni, ez fontos volt, tehát a hátul, és támadásban megtaláltuk azokat a játékokat, amik jól működtek, és ezeket tehát nagyon jól reagáltunk, hogy láttuk, hogy mi az, ami bejött, és akkor azokat a játékokat erőltettük folyamatosan, és hát ez biztos, hogy volt egy görcsösség is a lányokban, tehát azért régen volt már tét meccs, régen volt ilyen közönség előtt tétmérkőzés itt a Hódosban, és ennyi kellett, hogy átszakadt egy gát, és aztán igazából már ment minden magától. Kicsit annyi hiányérzetem van, hogy már meg volt közte a 10, hogy lehetett volna azt tartani, vagy akár még rápakolni egy kicsit, de alapvetően ne legyünk elégedetlenek mérkőzés elején előtt. Nyugodt lelkismert aláírom ezt a 8 gólos győzelmet. Örülök annak, hogy még magabiztosan tartottuk itt a 2 pontot. A Kisvárda vezetőedzője Bakó Botond kevésbé volt elégedett a Debrecenben látottakkal. A szakember reményei szerint első hazai meccsükön a Siófok ellen már kevesebb hibát követnek el, mert csak minőségi játékkal lehet esélyük arra, hogy pontot vagy pontokat szerezzenek. A Siófok egy átalakuló csapat, viszont most is megvannak azok a válogatott szinten is meghatározó játékosai, akik a húzó emberei a csapatnak. Széleken beálló pozíciókban nagyon erősek, de ugyanúgy azt gondolom, hogy a jobb átlövő párosa is kiemelkedően erős, bal átlövőben a Holta és a Szarková gólerős játékosok. Irányítóban ugye a magyar válogatottban is bemutatkozó Lakatos Rita, úgyhogy azért én nem sajnálom annyira ezt a idézőjelben mondva, ezt a Siófoki keretet, mert ez egy erős keret. Nagyon gyorsan próbálnak játszani, a megszerzett labdákból vagy a gólok után pillanatok alatt törekednek a gyors befejezésre, úgyhogy úgy, mint Debrecenben ezen a meccsen is nagyon fontos lesz, hogy a visszarendeződésünk jól működjön, és mindezek mellett a játékunk színvonal az tartósan jó legyen. A Kisvárdasi Jófok mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.